A DAC labdarúgó csapata június 13-án kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Az első napon 17 játékos jelentkezett a klubnál, néhányan válogatottbeli kötelezettség, sérülés vagy betegség miatt hiányoztak. Már nem volt jelen négy távozó játékos, Van Truba, Ferlinden, Vera és Mali sem. A focisták a szabadság alatt egyéni edzéstervek alapján készültek, a felkészülés első két napján pedig felmérték fizikai állapotukat. Az első csoportos edzésre a harmadik napon került sor. A sárga-kékek a tervek szerint öt felkészülési mérkőzést játszanak, többek között a Slovan és a Paks ellen. A DAC három fronton, a Fortuna Ligában, a Szlovák Kupában és az Európai Konferencia Ligában egyaránt érdekelt, utóbbiban az északír Cliftonville lesz az első ellenfél. Az új vezető edző személye is ismerté vált már, az új tréner Adrián Gula Trencsénben, Zsolnán, valamint Csehországban és Lengyelországban egyaránt edzősködött már. Pre nás je teraz podstatné byť maximálne skoncentrovaný na štart konferenčnej ligy, zastabilizovať veci, pretože dneska sa štartuje a ešte tu nemáme všetkých chlapcov, lebo boli v reprezentácii, ale jak som rozprával aj predtým s managementom Dunajskej stredy, najpodstatnejšie momentálne je ostrá práca, tvrdá práca, zlepšenie alebo návrat také energie herného, ofenzívneho herného štýlu s nezabudnutelnou časťou, ako je rozvoj hráčov a toto všetko samozrejme vložiť čo najrýchlejšie do úspešných výsledkov, pretože tie sa od nás takisto očakávajú.